Bővül az ipari park, napelemgyártó üzem indul áprilistól Nagykállóban. Vérüket adták, ismét megrendezték a civil véradást Nyíregyházán, 50-en segítettek. Országos bajnokság, az atlétika fővárosa volt a hétvégén Nyíregyháza. Jelentős bővülést jelenthet a nagykállói ipari parknak és a városnak a közelmúltban bejelentett fejlesztés. Egy megújuló energiával foglalkozó cég új gyártócsarnokot adott át. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A csaknem 1000 négyzetméteres üzemben napelemtartó szerkezeteket állít majd elő az egyik nyíregyházi székhelyű cég. A beruházó 205 millió forintos uniós és hazai támogatással összesen több mint 300 millió forintból valósította meg a fejlesztést. Az új gyárban a tervek szerint áprilisban kezdődik meg a termelés. Ő ezt lecsivéli, gyakorlatilag itt bejön, ezen a hengersoron, ami még vannak egyenletlenségek a lemezen, azt ő ki fogja egyenlíteni, és ahogy ez így szépen elindul a végéig, ott pedig már kijön a konkrét profil. Szekeres Tamás, a Kelet Solar Kft. Ügyvezetője mutatta be ennek az új gépsornak a működését. A komplex gyártósoron szelemeneket, azaz napelem tartó szerkezeteket fognak előállítani. A 13 éves nyíregyházi cég eddig is napelemek előállításával és forgalmazásával foglalkozott. A nagykállói ipari parkban felépült csaknem 1000 négyzetméteres üzemnek köszönhetően azonban bővíteni tudja a gyártási kapacitását. A több mint 400 millió forintos beruházás megvalósításához a cég több mint 200 millió forintos hazai és európai uniós támogatást kapott. A gyárat nagyságrendileg áprilisban terveink szerint el fogjuk tudni indítani. Elindul gyakorlatilag a fémek munkálása, lehet így nevezni, gyakorlatilag akár a napelem, ugye a napelem tartó szerkezet gyártás. Ezekre elindítottuk ugye a statikai terveket, hogy saját tartószerkezetet tudjunk akár tapasztalatból is gyártani, valamint a gép alkalmas egyéb szegmens ellátására is, úgyhogy valószínű, hogy a C-profilok gyártására is fogjuk alkalmazni, vagy akár szelemen gyártásra is fogjuk alkalmazni. Horváth Tibor nagykálló polgármestere arról beszélt, az önkormányzat bevételei számára is fontos, hogy újabb befektetők érkezzenek a város ipari parkjába. Ez az első olyan üzem, amit már ebben a ciklusban vásárolta a telket, építette meg a csarnokot, helyezte üzemben a benne megvalósítandó gyártást vagy technológiát, és indulhat el a gyár, úgyhogy ilyen tekintetben tényleg az első fecske ő nálunk. Különösen nagy öröm az, hogy ugye valójában április környékén már termelni fognak, innentől kezdve pedig ugye nő a foglalkoztatás, és Nagykállóban pedig ugye az adókat növelheti majd. Miután a kis és közepes vállalkozások kiadásai megnövekedtek az utóbbi időben, a kormányzat számára kiemelt feladat a szektor támogatása. Erről már Szabó Tünde, a régió gazdaságfejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt. A politikus hozzátette, különösen nagy segítséget kaphatnak azok a cégek, amelyek a környezettudatos termelésre összpontosítanak. Ez azért is fontos, mert mindannyiunk számára a gazdaságfejlesztés elengedhetetlen. És hogyha nézzük Nyíregyházát és a térségét, ugye most Nagykállóban vagyunk, itt is ipari park épült és fejlődik folyamatosan, ezzel is munkahelyteremtő hatást tudunk elérni, valamint munkahely megtartó hatást, és nekünk az a legfontosabb, hogy a fiatalokat itt tartsuk a térségben, illetve városainkban, ne menjenek el máshol munkát vállalni, ehhez viszont szolgáltatásokat kell biztosítani, munkahelyeket kell teremteni, ehhez viszont a vállalkozásokat kell segíteni. Közel 205 millió forintos támogatást nyert el a Kelet Solar Kft., de pont ilyen vállalkozásokat szeretnénk a jövőben is támogatni, amely figyel a zöldítésre, a környezettudatosságra. A társaság folytatja a fejlesztéseket a Nagykállói Ipari Parkban, önerőből egy újabb gyártóüzemet építenek. A beruházásoknak köszönhetően így nagyjából 20 új munkahelyet hoznak létre.
Május 1-től olcsóbban közlekedhetnek busszal és vonattal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, bevezetik ugyanis a vármegye bérletet és az országbérletet. Ezek a szelvények egy hónapig érvényesek a vármegye, illetve az ország összes vasúti és volánbusz járatára. A MÁV volánbusz csoport április végén kezdi el értékesíteni az új bérleteit. Újdonság, hogy a vármegyei és az országbérletet nem csak a jegypénztárakban, hanem online, a MÁV applikációján keresztül is meg lehet majd vásárolni. Az új bérlet típus bevezetését Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be szombati évértékelőjén. És most bevezetjük a kedvezményes vármegye bérletet is. Május 1-ével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegye bérletet ajánlunk. A vármegye bérlet 9450 forintba, a havi országbérlet 18.900 forintba kerül majd. Akik tömegközlekedéssel járnak dolgozni, komoly összeget spórolhatnak. Ismét lesz disznótoros fesztivál és böllérverseny Sóstón. Keresik majd a legügyesebb böllért, a legnépszerűbb csapatot, a legjobb hurkát és forralt bort a Sóstói Múzeumfaluban március 4-én. A hagyományokhoz híven megjelennek a busók és a panyolai alakoskodók is az 5. nyírségi disznótoros fesztiválon, amely egyben a 21. nemzetközi böllérverseny is. Tucat számra sült a kolbász a tavalyi disznótoroson, és a hagymás vérhez is szinte megállás nélkül kavargatták az alapanyagokat. Mindehhez a Sóstói Múzeumfalu biztosította a helyszínt, ahol a hagyományokhoz híven pulyaszedő is járkált a résztvevők között, és a busók is mindent megtettek, hogy végérvényesen előzzék a telet. Nem lesz ez másképp idén sem. Március 4-én reggel 7 órától disznóvisítástól lesz hangos Sóstó. Ekkor rendezik meg az 5. nyírségi disznótoros fesztivált és a 21. nemzetközi böllérversenyt. Nagyon készültünk rá, és nagyon készülünk rá, mert az elmúlt 4 évben is nagyon jelentős tömegeket vonzott meg, és nem csak nyíregyháziakat, nem csak a környékbelieket vagy a megyebelieket, hanem vármegye határon túliakat is. A hotelek általában, amelyek nyitva voltak, ekkor az teljesen fura üzemelhettek az ide látogató turistáktól. Ez egy olyan hagyomány, azt gondolom, amit tartani kell. Ebben az évben rekordszámú 22 csapat méretteti meg magát. A nagykaposiak és a kaplonyiak idén is itt lesznek, de új csapatként például Pátyot fog bemutatkozni. Mindannyian mangalicából készült ételekkel fognak versenyezni, amelyet az érdeklődők gasztrojeggyel kóstolhatnak. A gasztrojegy az azt jelenti, hogy mindenki kóstolójegyezi, tehát azért tartom fontosnak elmondani, hogy gasztrojegy, mert 500 forintos egységáron lesz értékesítve a Múzeumfalu több pontján, és a csapatok maguk fogják eldönteni azt, hogy például egy adag toroskáposztát hány gasztrójegyért értékesít, hiszen a jelenlegi áraknál nem várható el, hogy egy adagot mondjuk 500 forintért odaadjanak. A rendezvény területét pedig nem csak a finom illatok fogják megtölteni, ezúttal is megjelennek a busók és a panyolai alakoskodók, lesz helyi termelők, vásári forgataga és népi játszótér, a zenéről pedig a Lajtorjász zenekar, Roberto és a Balkán Fonatik gondoskodik majd. Körülbelül 25 000 adag étellel készülnek, mint mondták, éhesen senki nem megy haza. A rendezvényre a belépés ingyenes, és ahogy a korábbi években, idén is ingyenes autóbuszjáratokat indítanak a vasútállomástól a Krúdi Vigadóig. Jó hír a bölléreknek, hogy megnyíltak a hentes üzletek támogatására kiírt pályázatok. Mostantól jelentkezhetnek a vármegyében működő vállalkozások is a felhívásra. Egy-egy üzlet 3,5 millió forintos támogatáshoz juthat. A támogatással olyan mikrovállalkozások élhetnek, amelyeknek fő tevékenységi köre a hús áru kiskereskedelmét fedi le. További feltétel, hogy a hentes üzlet rendelkezzen lezárt üzleti évvel, továbbá vállalja, hogy legalább 2023. december 31-ig folytatja a tevékenységét. A pályázatok benyújtására 2023. március 20-áig a hentestámogatás.hoi.hu linken elérhető elektronikus felületen keresztül van lehetőség.
4,5 deciliter vér, ennyit vesznek le egy donortól egy véradás alkalmával, és ezzel életeket lehet menteni. A Vöröskereszt rendszeresen szervez véradást hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil közösségi szolgáltató központtal közös rendezvényen, több mint 50-en adtak vért Nyíregyházán. Némi adminisztráció, egy gyors vérvétel, és már is elfoglalhatja a helyét a véradó a nyugágyhoz hasonló széken. A 4,5 deciliter vér kevesebb, mint 10 perc alatt megtölti a speciális tasakot, a Vöröskereszt rendszeresen hirdet véradónapokat. Mellettük a civil közösségi szolgáltató központ is igyekszik mozgósítani a véradókat, a hétfői már a 8. ilyen rendezvényük volt. Azt gondolom, hogy az önkéntesség, a közösségért való cselekvésnek szép példája a véradás. Azért szép példa, mert ahogy mondani szoktuk, adj vért és ments meg 3 életet. Azt gondolom, hogy ez is mutatja azt, hogy mekkora jelentősége van a vérellátásnak. És az önzetlenség, a közösségért való tételnek egy nagyon szép példája az, hogy olyan embereknek ajánljuk fel a vérünket, akiket nem is ismerünk. Szerintem mindenkinek van a családjában olyan eset, amikor szüksége volt valakinek egy életmentő műtét kapcsán, mondjuk vérre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos Magyarország stabil vérellátása, és ha ezzel a nappal a civil közösségek tudnak ezért tenni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és szép cél, és örülök, hogy a miniszterelnökség ezt elindította, és mi megyei szervezet ehhez tudtunk csatlakozni. Mivel vérre folyamatosan szükség van, a már aktívak mellé a fiatalokat is igyekeznek bevonni a véradók közé. A Vöröskereszt nagyon sokat tesz azért, hogy megszólítsa a donorokat, főleg a fiatalokat, úgyhogy szeretjük, hogyha jönnek a fiatalok, és ezért mi teszünk is. Többször részt veszünk iskolai véradásokon, egyetemi véradásokon, most március hónapban is lesz 3 napunk a két egyetemen. Emellett egyéb akciókkal is igyekszik felhívni a Vöröskereszt a figyelmet a véradás fontosságára. Eltűnés miatt keres egy tiszalöki nőt a tiszavasvári rendőrkapitányság. Szilágyi Beáta 50 éves, 170 cm magas, világos barna hajú és kék szemű. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható nőt felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a tiszavasvári rendőrkapitányságon vagy telefonon a 0642 524 600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán is. Horvátországban is népszerűsítették Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kulturális értékeit. A zágrábi múzeumok éjszakáján főszerep jutott Kölcsey Ferencnek a róla készült film segítségével. A helyi Liszt Ferenc intézetben Csutkai Csaba fotóiból is nyílt kiállítás. Magyarország északkeleti szegletét, Szabolcs-Szatmár-Bereget mondják a Vizek megyéjének is. Ezt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről szóló kisfilmet is levetítették a horvátországi múzeumok éjszakáján, Zágrábban a Liszt intézetben. Az est főszereplője idén Kölcsey Ferenc szülőföldje, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye volt, amelyet az érdeklődők Csutkai Csaba fotóművész munkáin keresztül ismerhettek meg. Turóczi Zoltán kulturális attasén keresztül jött egy megkeresés felénk, aki ugye az zágrábi Liszt intézetben dolgozik, és neki ugye nyíregyházi kötődése is van, hiszen hát ő nyíregyházi származású. És Csutkai Csaba fotóit ő is ismerte, és egy ilyen kapcsolaton keresztül megkeresték a vármegyei önkormányzatot, hogy tudnánk-e esetleg segíteni azzal, hogy azt a kiállítási anyagot, illetve annak egy részét, amely Csutkai Csaba fotóiból készült el, és amelyen igyekeztünk bemutatni Szatmár-Bereg vármegyének a kincseit, a természeti értékeket, a kulturális értékeinket, vagy éppen a kastélyokat, kúriákat. Abból egy anyagot úgy döntöttünk, hogy mindenképpen akkor kivinnénk, és el is kísértük ezt a kiállítási anyagot Csutkai Csaba fotóművész úrral, mert úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan különleges alkalom, hogy meg tudjuk mutatni Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét Horvátországban, hogy ezt mindenképpen egy kicsit alá is kell támasztanunk és hangsúlyoznunk kell. És hál' Istennek a kiállítás megnyitó mi is mondhattunk pár szót, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy a kiállítás megnyitó mellett adta kinti magyarok és azok a horvátok, akik eljöttek és megnézték ezt a megnyitót, ők mennyire
szeretik a magyar embereket, mennyire szeretik Magyarországot, és nagyon megható pillanat volt az, amikor a kiállítás megnyitói részeként a himnuszról is megemlékeztek, és ráadásul olyan módon, olyan rendhagyó módon, hogy nem magyar anyanyelvű emberek, tehát horvát anyanyelvű emberek szavalták el magyarul a nemzetémánkat. Csutkai Csaba fotói és a Pongó Bélával és Balogh Gézával közösen készített kisfilm is nagy sikert aratott a Liszt intézetben, mondta el a fotóművész, aki évtizedek óta fényképezi a megye tájait és történelmi emlékhelyeit. Január végén nyílt meg a kiállítás, ez a himnusznak a ünnepével kapcsolatos sorozatba tartozott az ottani Liszt intézetben, és március elejéig látható. Itt megtekinthetőek azok a montás hollásfotóink, amit fiammal, Csutkai Marcival együtt készítettünk, és pluszba azok a kazettás mennyezetekről készült jelképrendszereket bemutató rajzos fotográfiák is, ami megint a különlegességét tudja adni a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tájaknak. Csutkai Csaba hozzátette, számára a különböző közösségi eseményeken történő fényképészkedés egyfajta alkalmazott fotóművészet, és ugyanolyan fontos szerepet játszik az életében, mint a művészi célból készülő fotók. Én nagy örömmel készítem a szolgáltatóipari felvételeket is, amit én úgy hiszem, hogy avval az alázattal, tisztességgel kell megcsinálni, mint hogyha az ember úgy gondolja egy önálló alkotáshoz létre fényképező géppel. Én nagyon-nagyon nem szeretném ezt ketté, most én éppen olyan értéknek tartom a jó iparost is a szakmában, mint a kellő alázattal dolgozó művész alkotó embert is. Csutkai Csaba művészetével és kisfilmjével bővebben is foglalkozunk a Weekend című műsorunkban. Súlyos baleset történt hétfőn reggel Nyíregyházán, a Simai úti vasúti átkelőnél. Az első információk szerint egy autós előzni kezdte az átkelőnél álló járműsort. Mikor észlelte, hogy szemből egy másik autó érkezik, elrántotta a kormányt és járművével a vasúti átkelőt jelző fénysorompónak ütközött, azt kidöntötte. Az anyagi kár jelentős, ráadásul ebben az esetben a rendőrség a jogszabályok szerint nem szabálysértési eljárást indít, hanem bűncselekmény ügyében kezdi meg a vizsgálatot, és a vétkes sofőrt előállítja. Három hazai érem született a nyíregyházi fedettpályás atlétikai országos bajnokságon. Bakosi Péter 219 cm-rel nyerte a magasugrást, a súlylökő Tóth Balázs pedig 17 méter 97 cm-es eredménnyel végzett az élen. A hármasugró Nyisztor Petra 12 méter 91 cm-rel a második helyet szerezte meg. 43 egyesület közel 300 versenyzője nevezett a 49. fedettpályás országos bajnokságra, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan Nyíregyházán rendeztek meg. Mivel a sporták szabadtéri világbajnokságának augusztusban Budapest ad otthont, ez egy különleges év a magyar atlétika számára, mondta megnyitón a szövetség elnöke. Gyulai Miklós azt is kiemelte, hogy a nyíregyházi atlétikai centrumban otthonra találtak a hazai versenyzők. Én annak már nagyon örülök, hogy most már másodszor lehetünk itt, olyan körülményeket biztosítva a nyíregyházi sportcentrum, illetve a várossal, ami méltó egy fedettpályás bajnoksághoz. Azért mögöttünk hagyott esztendőkből olyan 123 az nem volt feltétlenül méltó, de most már úgy tűnik, hogy ez is rendben van. Nagyon nagy szeretettel és bizalommal jönnek ide az atlétáink, nem csak versenyezni, hanem edzőtáborokba, összetartásokra is. Elég sokat használjuk ezt a létesítményt. 60 méteren Iloszki Dominik megvédte tavalyi címét, a budapesti honvéd versenyzője 6.70-nel beállította idei legjobbját. A hölgyeknél a szolnoki Kocsis Anna Luca 7.31-es idejével az 20-as és az 23-as magyar csúcsot is megdöntötte. Mindenképp egyéni csúcsot szerettem volna futni. Nem titkolom, tervben volt az országos csúcs is. Az 23-as nem, de az 20-as mindenképpen. Nagyon meglepett, amikor 36-tal kezdtem, és nem gondoltam volna, hogy ez még lesz jobb, viszont most nagyon elégedett vagyok, és nagyon örülök, hogy ez lett a vége. Jubilált Bakosi Péter, aki 10. fedettpályás bajnoki aranyérmét szerezte meg. A nyíregyházi magasugró magabiztosan győzött, de nem volt teljesen elégedett a verseny után. Ez a szezonon egy kicsit érdekesen sikerült, ugye nagyon jól kezdtem az idén, utána egy elég komoly betegségben szenvedtem, ami egy jó másfél hétre kidőltem, és a héten tudtam újra elkezdeni
edzeni, de úgy érzem, hogy azért sikerül nagyjából összedni magamat, és a mai verseny azért elég stabilan ugrottam 2:20-ig. És most 23-on előjött a régi hibáim, és az utolsó kísérletem volt a elég biztató ahhoz, hogy átugorjam, úgyhogy emiatt kicsit bosszankodok, hogy két kísérletemet eldobtam a semmibe. A súlylökő Tóth Balázs a 18 méter elérését tűzte ki maga elé. Ettől 3 cm-rel elmaradt, de így is megvédte tavalyi címét. A technikai része a dobásnak úgy érzem, hogy nem volt teljesen kielégítő, laposak voltak a dobásaim, ezen még lehet javítani, de úgy érzem, hogy ha egyet sikerült volna eltalálni, ami most sajnos nem sikerült, akkor egy jó 18-50-es lökés benne lett volna mai napba. Mindösszességében meg vagyok elégedve ugye a helyezéssel, és örülök, hogy meg tudtam védeni a címemet. Még egy nyíregyházi érem született az OB-n, a hármasugró Nyisztor Petra 12 méter 91 cm-es ugrással a második helyet szerezte meg. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jelentős bővülést jelenthet a Nagykállói Ipari Parknak és a városnak a közelmúltban bejelentett fejlesztés. Egy megújuló energiával foglalkozó cég új gyártócsarnokot adott át. A csaknem 1000 négyzetméteres üzemben napelem tartó szerkezeteket állít majd elő az egyik nyíregyházi székhelyű cég. A beruházó 205 millió forintos uniós és hazai támogatással összesen több mint 300 millió forintból valósította meg a fejlesztést. Az új gyárban a tervek szerint áprilisban kezdődik meg a termelés. 4,5 deciliter vér, ennyit vesznek le egy donortól egy véradás alkalmával, és ezzel életeket lehet menteni. A Vöröskereszt rendszeresen szervez véradást, hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei civil közösségi szolgáltató központtal közös rendezvényen több mint 50-en adtak vért Nyíregyházán. 3 hazai érem született a nyíregyházi fedettpályás atlétikai országos bajnokságon. Bakosi Péter 219 cm-rel nyerte meg a magasugrást, a súlylökő Tóth Balázs pedig 17 méter 97 cm-es eredménnyel végzett az élen. A hármasugró Nyisztor Petra 12 méter 91 cm-rel a második helyet szerezte meg. Február 20-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka borult és derült időszakok váltják egymást, csapadék nem várható a vármegyében, a hőmérséklet 4 és 7 fok között alakul. Kedden napközben folytatódik a tavaszias időjárás csapadék nélkül, délután akár 10-14 fok is várható, a hét további részében is enyhe tavaszias időjárásra lehet számítani, komolyabb eső a hét végén fordulhat elő.